pultunk, az itt van. Haladunk. Sziasztok, izomvadászok, és üdvözlő videóban! Ma egy még soha nem látott helyszínen vagyunk, azért, mert van újdonságom, és ez egy óriási projekt. Két éve még nem gondoltam volna, hogy itt fogunk tartani. Két éve nyitottuk életünk első edzőtermét, és az elején nagyon jónak tűnt, meg boldogság, meg minden, csak szerencsére vagyunk abban a hálás pozícióban, hogy szépen bepörgött, és egyre többen lettünk, és most már ott tartunk, hogy túlnőttük azt az edzőtermet, úgyhogy keresnünk kellett egy nagyobb helyiséget, mert most nyár van, és most is azért sokan vagyunk, és ősztől ez csak még durvább lesz. Tehát, hogyha nem akarjuk, hogy túl zsúfolt legyen az edzőtermünk, ezért muszáj voltunk valami megoldást találni, úgyhogy most ott tartunk, hogy egy nagyobb helységet találunk szerencsére közvetlen az eddigi edzőterem mellett, úgyhogy egy viszonylag egyszerű költözésre készülünk, és szeretném bemutatni az új edzőtermünket, ami most még nagyon nagy felújítás alatt van. Elméletileg másfél hónapunk van kb. A nyitásig, ez szűk idő, de bízom benne, hogy meg tudjuk oldani. Azért szeretném ezt most csinálni, mert nektek be szeretném mutatni, hogy néz ki most, hogy kicsit tudjátok követni a folyamatokat, hogyan néz ki egy ilyen edzőterem újítás, alakítás, mert most még egy nagy ürességről beszélünk, és még nagyon sok minden fog itt változni, és azt szeretném, hogy a kezdőpontnál kezdjük. Tehát ti most itt a bejáratunknál vagytok, ez a bejárati folyosónk, tehát itt jön be mindenki, aki jön hozzánk edzeni. És hát igen, egy ilyen szép folyosó, ezzel lehet majd valami olyasmit kezdeni, hogy egyszerűen ilyen hangulatot építeni, ahogy jössz be edzeni, hogy végigmész ezen a folyosón, és amint a végére érsz, már olyan hyped vagy, olyan kedved van edzeni egy jót, hogy egyszerűen onnantól, hogy kilépsz ebből a folyosóból, itt lesz a pult, már annyira kedved van, hogy egyszerűen csak jó edzésed lehet. Pultnál, ami nekünk mindig nagyon fontos, és ez szerintem Magyarországon még óriási hiány, az a mosolygós ember, aki vár téged. Hogyha bejössz egy edzőterembe, és nem tudom, a telefonomat nyomkodom, vagy nem barátságosan viselkedek veled, akkor te kétszer átgondolod, hogy van-e tényleg kedved itt edzeni. Úgyhogy mi Nagy hangsúlyt fektetünk. Nagy hangsúlyt adunk arra a csapatunkban, hogy mosolyra várjuk az embereket, úgyhogy itt kérlek szépen nem csak egy pultot képzelj el, hanem egy olyan pultot, ami mögött valaki rád mosolyog és örül neked, mert te egy értékes ember vagy. Sose feledd. Úgyhogy itt lesz a pult, ami azt jelenti, hogy itt ennek a falnak még részben ki kell mennie, ezt már itt be is jelöltük, hogy mi maradhat meg, mi az, ami kimegy. Úgyhogy szerintem gyorsan így körbe mutatjuk a jelenlegi állapotot, ez így a bejárat rész folyosó, itt majd nagy élet fog menni jobbra, balra, felle. A lényeg, hogy ez így a bejárati rész, ahogy kijössz a folyosóból ide. Szerintem kezdjük akkor a lobbival. A lobby lesz itt, mert itt a fal szépen ki lesz verve, és akkor itt egy ilyen hát egy olyan részt csinálunk, ahol kellemesen le lehet ülni, ahol meg tudod inni akár, hú, de visszhangzik itt a hang, ahol, kicsit kijövök belőle, mert ez így nem jó, ahol meg tudod inni edzés előtt az eszpresszódat, a kávédat, vagy az edzés előttidet, vagy edzés után mondjuk a turmixodat. Tehát a pult, amiről beszéltünk, ugye itt ki lesz verve a fal, pult itt szépen végig jön, asztal, kanapé, jó hangulat, ami kevésbé jelentős, az igazából raktár, mindenféle terméknek, proteinporoknak iroda. Úgy látom, hogy ezt most már szépen ki is festették, és akkor szerintem érdemes folytatni az öltözővel, mert ugye nekünk itt a folyosó, férfi öltöző, női öltöző, ez most nem valami nagy látvány. A lényeg, hogy itt
Van kettő szoba. Ez eddig is ilyen öltözőszerűségnek volt használva. De hogyha bejövünk, akkor látjuk, hogy ez egy nagyon pici öltöző. Úgyhogy itt van is rajta a B betű, ami azt jelenti, hogy bontás, tehát ez a fal itt komplet kimegy. És akkor itt egy szépen, hát kb. Legalább dupla ekkora öltöző lesz ebből. Hogyha megyünk olyan folyamatban, én most vendégként kijövök az öltözőből, nem tudom, a pultnál még lehúztam az eszpresszómat, akkor hű, kezdjük a durva résszel. Igazából itt még annyi durva rész. Nem kezdjük a melyik durva résszel, igen, most nem voltam benne biztos. Itt annyi durva rész lesz, még kezdjük a nagy teremmel, mert szerintem ez az, ami mindenkinek ilyen mind-blowing. Ez a fal mögött vár rád a nagy terem, ami egy akkora felületet ad, amit eddig megálmodni nem mertem volna, hogy valaha ilyesmi edzőteremről beszélünk, de itt tartunk. Ez a fal ki lesz bontva, és akkor már nem csak ezen a fura piros ajtón át lehet ide átjönni, hanem mondom, ez a fal ki lesz bontva, tehát már alapból, ahogy itt a pult felől jössz a folyosón, rálátsz erre. Hát erre. Itt még egy óriási építkezés van, mert hogy itt az egész le volt fedve fával, és mint tudjuk, az edzőtermi gépeknek azért van egy jó nagy súlyuk, tehát azért egy 200-300 kiló, hogyha még ráül egy 100 kilós ember, akkor igen, tehát ott punktuálisan elég sok súly keletkezik. Mi azt mondtuk, hogy ezzel a fával nem fog működni, úgyhogy most ezt a fát még ki kell szedni. És látom, nagyon jól haladtak már a srácok, mert igazából ez az egész most még csak 2 napja van átépítésben. A 2 naphoz képest azt mondom, hogy elég szép tempóban megy a dolog, de azért itt még van bőven fa, amit fel kell szedni, és aztán itt majd szépen egyenes beton. Nyilván ilyen edzőtermi gumilapok kerülnek rá, és akkor itt durva nagy felület. Azért jöttünk most már ide, mert ugye az öltözőből a folyamat, nekem legalábbis egy jó edzéshez, az első lépés egy bemelegítés. Úgyhogy itt látjuk majd a kardió lépeket szépen. Kb. Ebben a részben dír ott a kardió, hogy egyszerűen egy jó folyamata legyen, hogy ha jövök az öltözőből, közel legyen a bemelegítő rész. Tehát most a kardiótól tovább jöttünk, itt egy ilyen nagy funkcionális rész lesz, szerintem műfűvel, mivel lesz szánkópályánk is, tehát inkább egy ilyen crossfites, funkcionális, nem tudom, itt lelógnak a TRX-ek, lehet ugrálgatni, ilyen kötelet. Hogyha itt tovább megyünk, akkor itt minden tele lesz gépekkel, tehát nyilván ez az egész be lesz gépesítve, most nem kell egyesével átmenni rajta, hogy milyen mellgépek lesznek, milyen hátgépek. Azt tudom garantálni, hogy egy olyan durva, gyönyörű összeállítást raktunk össze, hogy hú. Eddig azt hittem, hogy a pici edzőtermünkben nagyon jót lehet edzeni, ami igaz, mert tényleg már most is minden van, ami kell egy jó edzéshez. Szerintem látszik, hogyha bemész egy edzőterembe, és látszik, hogy csak valamilyen pénzes ember van mögötte, aki belerakott pénzt, de nem tudta, hogy mi kell egy jó edzéshez. Vagy egy olyan ember van benne, olyan ember a tulajdonos, aki rendszeresen edz, és tudja valóban, mi az, ami kell egy jó edzéshez. Ezért sikerült már a pici edzőtermünkben is egy olyat létrehozni, amire az emberek azt mondják, hogy wow, én itt mindent durván meg tudok edzeni. De ez itt nekünk annyi lehetőséget nyújt. Mondom, csak egy ilyen gyors körbevezetést akartam csinálni, hogy lássátok, mi honnan indult. Szerintem ilyet ritkán lehet látni, és én ezt a folyamatot akár csak magamnak, akár a fiamnak, hogy valamikor vissza tudja nézni, hogy az én apukám fiatalabb korában miket csinált, hogyan csinálta, mi volt a gondolkodás módja, és mondom, most nem szeretném egyesével megmondani, hogy pontosan milyen gépek lesznek, azt majd a folyamat videók alapján látni fogjátok amúgy is. A lényeg, hogy nagyon okosan lesz kitalálva, hogy miből mi lesz, és így egy brutál edzést lehet majd hozni. De most menjünk át a másik nagy terembe, mert ott egy olyan dolgot találtunk ki, nem is tudom, ezt most már eláruljuk, vagy lehet, hogy azzal még várnék. Mindegy, menjünk át a másik terembe, mire odaérünk, talán kitalálom, hogy most eláruljam-e vagy sem. Szépen itt elmegyünk a pult előtt, szia pultos, szia öltöző, nem tudom, mesztelen férfi. És akkor itt vagyunk,
a másik teremben. Szerintem szintén nem feltétlenül egy pici felület. Tükröket már felrakták. Itt lesz szabad súlyzó sötétész. Ez a fal kimegy, és akkor még nagyobb lesz ez a kis terem. Még van még több. Itt viszont vigyázzunk, mert tuti, hogy már ki van festve, úgyhogy ezzel a helyen még nem teljesen döntöttem el, hogy mi lesz. Az a helyzet, hogy a jelenlegi edzőtermünkben van pingpong. Pingpong edzőteremben, a mi vendégeinknek bejön, ugye személyi edzéseket is tartok, és nekem is néha jó bemelegítésként a vendégeimmel kicsit pingpongozni. Úgyhogy egyszerűen bevált ez a pingpong, ez is egy olyan dolog, amit nem nagyon találunk edzőteremben. Úgyhogy szeretném megtartani, úgyhogy gondolkoztam rajta, hogy ide egy ilyen külön, csak pingpongnak készített szoba. Még át kell gondolni, mert itt még három szobánk van lényegében. Lehet, hogy valami masszázs vagy plusz szolgáltatás, esetleg egy gyerek megőrzőt, ennek nagyon jó lehetne. És akkor ugye itt hátul, itt vagyunk ennél a falnál, ami ki lesz bontva, tehát igazából ez itt be lesz zárva, és akkor ez a szintén nem pici helység még egyben lesz azzal a pici nagy teremmel. Úgyhogy azt is el tudom képzelni, hogy ide rakjuk a pingpongot, akkor viszont a kérdés, hogy mi van ott, tehát ezt még ki kell találni, hogy most pontosan melyiket hova rakjuk. Azt tudjuk már, hogy miket szeretnénk plusz szolgáltatásként, azt még nem fixem, hogy melyiket melyik szobába, azt gondolom, hogy itt elég sok lehetőségünk van. Szóval így állunk jelenleg, igen, látom, szorul az idő, másfél hónapunk maradt, de szerencsére nem nekem kell ezeket csinálni, hanem nagyon jó embereket találtunk, nagyon jó csapat, úgy látszik, nagyon jól együtt dolgoznak, úgyhogy le a kalappal. Eddig nagyon jó, amit csinálnak, és bízom benne, hogy be tudjuk tartani a határidőnket, és akkor szeptembertől már, srácok, itt tudunk találkozni ebben a durva helységben. Ezt részben igazából csak nektek köszönhetem, ez a csatorna nélkül nem tartanék itt, úgyhogy nektek is köszönöm szépen, és azt is köszönöm, hogy végignézted a mai videót, találkozunk a következőben. Na, csáá!